Ma alapvető probléma Magyarországon a megfelelő szakmunkások hiánya, ezért fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű utánpótlás. Pár éve még az jelentett gondot, hogy hogyan lehet embereket foglalkoztatni, ma már az, hogy hogyan szerezzenek szakképzett embereket a munkáltatók és hogyan tartsák meg őket. Ezért az Iparkamara célja, hogy a szakmunkás képzésben a lehető legtöbb segítséget adják a vállalkozásoknak. Kevés megye van, ahol el tudják mondani azt, hogy egy nap 107 mesterevet fogunk átadni 17 szakmában, és ebből 35 mesterembernek tudtunk adni konkrét támogatást is, nekik minimális összegben került a képzés. Nagyon bízom benne, az itt ülő mesteremberek keze alól ki fog kerülni jó szakmunkások, viszont az is tény, hogy ma tehát egy komoly gond és kihívás magának a szakmunkás tevékenységnek, a szakmák ismertetése, és az lenne jó, hogy jobb képességű gyerekek mennének szakmunkás képzőkbe. A képzés teljes költsége 300 000 forint volt, ebből 35 főnek tudott 240 000 forintos támogatást adni az Iparkamara. Így a képzésben résztvevőknek csak 60 000 forint önrészt kellett hozzátenni. A legnagyobb létszámban autószerelők vehettek át mesterlevelet, de voltak festők, kereskedők, szakácsok és villanyszerelők is. Tanulófoglalkoztatás az elsődleges cél, mert fontos a szakmunkás tanulók továbbképzése, és tevékenyen részt kell venni a szakembereknek, és ez volt az elsődleges célunk ebben a képzésen részvételében. A képzés során szakmai, vállalkozáselméleti és pedagógiai ismeretekkel gazdagodtak a mesterek, akik így az életben jól hasznosítható tudásra tettek szert. 23-an pályáztak Mestervizsgabizottsági elnök posztra, közülük 20 pályázat sikeresnek bizonyult és átvehették a következő 4 évre szóló megbizatásukat. Köztük Balogh Zoltán, aki vállalkozási ismereteket tanított a hallgatóknak, és most bekerült a mestervizsga elnöki névjegyzékbe is. Jövőben azt jelenti, hogy az országban, hogyha a kamara szervezésében újra mestervizsgáztatásokra kerül sor, akkor ebből a névjegyzékből pályázhatok, vagyis felkérhetnek engem is arra, hogy legyek mestervizsgaelnöke. És hát nyilván ez arról szól, hogy itt a hallgatókat megismeri az ember, meg egy kicsit követi a szakmát. Az új mesterek és mestervizsgabizottsági elnökök egyhangú véleménye, hogy fontos a szakmunkás utánpótlás és a szakmák megbecsülése, hiszen csak így lehet hosszú távon fejlődni.